Kellemes csütörtök reggelt kívánok mindenkinek. A mai reggeli streamben folytatjuk a Minecraft hardcore-unkat. Elméletileg hang és minden egyben működik, aminek kifejezetten örülök. Ugye tegnap reggel ott hagytuk abba, vagy inkább mondom úgy, hogy az előző részben ott hagytuk abba, hogy kemény egy óra, egy és egy negyed óra után sikerült megtalálnunk egy falut. És egész sok mindent sikerült közbe begyűjtenünk. Úgyhogy most jó lenne ennek a falunak a környékén valahol letelepedni, ami úgy nagyjából megfelel az igényeinknek. Ugyanis ebből a faluból fogunk majd elég sok mindent felépíteni. Meg még a mai streamben azt mindenképp meg kell csinálnunk, hogy egy házba két falusit be kellene biztosítanunk. Ja, nézek erre, talán erre még nem voltunk. Pardon. Most ott csak egy fa. Úgyhogy ezt a falut megkörnyékezve kiválasztunk valami egész jó helyet. Talán fáért sem kell elmennem a világ végére. Már ezt a szavanna fát annyira nem használnám. Majd fel kellene írnom a falunak a koordinátáit is, hogy legalább tudjam. De még elnézünk erre. Szerintem erre, ezen a részen nem voltunk, erre felé. Jó, már erdő van, ez már pozitív. Jó lesz ez. Nagyjából tudjuk, hogy merről jöttünk, ugye arról a szavanna felől érkeztünk. Tudjuk, hogy arra legalább mik vannak. Tudjuk, hogy vannak ilyen elég nagy erdők. Plusz, hogy arra van egy mushroom biome. Nyilván előbb találtam meg, mint egy falut. Pici malac. Még hát, hogyha, mert ez az elég nagy ilyen mezős rész, hát, hogyha van még egy falu. Ugye arra van a falu. Kenyerünk még van, úgyhogy kajával talán most még egy ideig annyira nem kell foglalkoznunk. Birkák vannak, tehenek is vannak erre felé, szóval egész jók vagyunk. Szerencsére ezeken a mezőkön mindig van kellő mennyiségű állat minden fajtából, meg spawnnal is rendesen. Úgyhogy nem lenne rossz. Annyi, hogy én mezőn annyira nem szeretek letelepedni. Olyan nagyon egyhangú. Hát körben mindenhol csak fák vannak. Vannak egy nagyobb víz. Ez mondjuk nem rossz. Ott van hegy, random tehén, szakadék. Már van egy kicsit hegyvidékesebb környék. Több
Tökök, levegőszigetek, még több birka. Nagyon jó. Jó, nem rossz ez. Na, ott az a hegyek, ezek a hegyek még tetszenek is. Az ott mi? Ez csak egy fa. Tehén volt. Szerintem itt majd az egyik hegyet kinevezzük bázisnak. Itt fel is pattogok rá, körbenézünk, hogy mi újság van tetején, vagy látunk esetleg valami más izgalmas dolgot, és megpróbálok a lávában nem nagyon beleesni, csak kicsit. Ó, vagy ez lehet, hogy ugyanaz a falu. Nem, nem volt. Ez nem ugyanaz a falu, ugye? Ez egy másik falu. Nem emlékszek ilyen templomos épületekre az előző faluból. Az meg ott egy dzsungel lehet. Már itt elkezdődik. Jó, és van kutya. Nagyon jó. Igen, ez egy másik falu. Na, még jobb. Szeretek minden házba benézni. Hát, ha van valami. Kis... Oh, hello. Na, nem is rossz, mert már rögtön kettő. Hát, ezzel most egy nagyon kell. Na, már van kettő, hello, van kettő falu is a környékünkön, úgyhogy ez már nagyon pozitív, ebből már van egy, nem kell még egy. Yes! Sokra nem megyek vele, de megvan az első gyémántunk, és megvan az első fémcsákányunk. Vasunk is kezd eléggé szép számban lenni. Mi az, ami nekünk nem kellhet innen? Ez nem. Ezek jó, hova? Ez biztos, hogy marad. Krumpli tutira kell, arany marad. Mag. A mag az mondjuk nem kell. És így ezzel nagyon jól megvagyunk. Egy, mondjuk nincs nagyon férő helyem. Ez viszont marha jó falu volt. Na, itt már a gyémánt miatt már megérte, hogy arrébb jöttünk a másik falutól, és nem ott telepettünk le. Ezt is valahogy fel kéne vennem. Valami. Kell nekem üst? Na, már megérte. Nagyon jó. Erre pedig ilyen. És ott a dzsungel. Hát akkor szerintem mi azt a hegyet ott, azt ott. Én azt kinevezem. Még azért biztató 1, 2, 3, 4 falusi, nagyon jó. Szuper. Iron Golem is van. És szerintem annak a hegynek a tetejét. Bár mondjuk ez a későbbiek folyamán egy kicsit szívás lesz majd, amikor fel kell vinni odáig a falusiakat, de annyi baj legyen. Ne, esetleg nincs jó. De majd mindjárt lesz ott fönt egy ládám, és így az a hegy lesz. És lesz egy saját falum. És igazából elég sokféle fajta fa van a környékemen. Jó lesz ez. Hogy jutok fel normálisan és kényelmesen, itt már csak az a kérdés.
Így szépen fellépegetünk, csinálunk ide egy lépcsőt, majd a későbbiekben, jóval később, egyelőre csak egy bázisszerűt lenne érdemes csinálni. Plusz túloldalon a hegynek meg vannak állatok. Ez itt tök jó lesz. Látsz dzsungelt, hegyeket, szavannát. Még fentebbről, hogy néz ki ez? Nem rossz. Na szóval. Itt alszunk egyet. És szerintem akkor el is kezdjük a letelepedést. Mert itt gyakorlatilag tényleg minden van, amire szükségünk van. Erre vannak az állatok. Arra vannak a falvak, fák, minden. Gyakorlatilag mindenünk is lesz itt. Hogy előre ezt ide teszem, és csinálunk egy ládát. Oda. És lepakolunk egy adag cuccot. Hát most mire nem lesz szükségem? Kb. Semmire. Jó lesz, akkor ezek maradnak nálunk. Jó. Akkor megcsináljuk életünk első sütőjét. Tudjunk már végre kaját sütni. Azzal is egész jól állunk egyébként, de és kell még nekünk csinálunk két ásót, csak azért, hogy már egy kicsit megformázzuk itt ezt a részt, és elkezdjük kialakítani a házunk alapjait. És innen nem kéne nagyon leesni. Mondjuk azt még viszont nem tudom, hogy milyen házat kellene építeni. Arról még fogalmam sincs. Az biztos, hogy ez így a tetőn nem maradhat. Ez egy kicsit nehéz így átgondolni, hogy itt építkezni, mert azért eléggé nagy éle van itt ennek a résznek. Az is lehet, hogy ez lesz az alaprész, és akkor innen egy ívelt házat kellene csinálni. Egy ilyen félkörívszerűséget, és akkor ez az alapszint itt. Mondjuk akkor csinálhatnánk azt, hogy bonthatnánk egyre lentebb, lentebb, lentebb ezt az egészet. Úgy még akár jól is nézhet ki. Most már csak annyi a lényeg, hogy meg kéne tanulni majd ívesen építkezni ebben az egész játékban. Arrébb mennél? Nem? Jó. Plusz rengeteg földet fogunk ezzel most szerezni. Annyira nem rengeteg, mert ez gyakorlatilag úgy is elmegy a legelső búzafarm, répa és egyéb farmokra. Metszük már itt is el, hogy lássuk, hogy ez is.
Ma még az biztos, hogy bányászni azt biztosan nem fogunk csinálni, és bányászni tuti nem fogunk elmenni. És egyre csak megpróbálunk kialakítani egy idénleges formát a bázisunknak. Ez így oké lesz. Hosszra is elég jó. Helyünk is lesz benne. Van-e még valaki? Mennyien vagytok még ezen az egy tetőn? Tényleg. Na, most már csak ezt a földkupacot kell innen elhordani, aztán jók is leszünk. Lehet, hogyha csinálnék egy fémásót, akkor jobban járnánk. Valamivel pörgősebb lenne a dolog. Tegnap még YouTube-ra nem töltöttem fel az első élőadást, mert még nem döntöttem el, hogy megvágva tegyem föl, vagy egybe toljam fel az egészet. De aki most nézi a második adást, az már tudja, hogy az elsőt hogy tettem fel, és ez is hogy került föl. Mert nyilván sokkal egyszerűbb lenne, ha csak az élőadást tenném föl egybe. Viszont ott nagyon sokat mentünk, és az ott egy kicsit unalmas, úgyhogy kicsit hajlok a vágás felé. Mert ott elég sok jelenetet ki tudok belőle vágni. Tényleg rengeteget mentünk. Iszonyatosan sokat. Meg például ezt is, hogy én ezt innen lebontom, legalább el lehet tüntetni, vagy fel lehet gyorsítani. Nagyon jó. Na szóval. Egy-két dolgot most lekint le kéne pakolnunk. Hát nyilván nincs elég semmiből. Most megyünk és vágunk fát. Valahol volt itt egy lépcső. Valahol. Au. Au. Mondjuk, szerintem ez a fa pont az, amivel semmi más nem tudok kezdeni, csak eszközöket gyártani, mert egyébként szerintem nagyon csúnya. Még ezt innen kivágom, aztán jó lesz. Viszont például a dzsungelfát, azt meg szeretem használni. Annak sem szép a színe, csak azt szerintem jobban lehet kombinálni. Nagyon jó. Csak tényleg meg kéne találnom azt a lépcsőt, ahol fölmentem. Szerintem itt lesz. Kis szívinfarktus azért így elért most hirtelen. Csinálunk még egy pár ládát, legalább tudjunk valahova lepakolni. És majd még méheket fogunk keresgélni. Öt darab, az most jelenleg bőven elég nekünk. Szerintem ez a szint, tehát ez a szint fölötti rész, tehát ez a szint.
lesz majd az egésznek az alapja. Én még egyelőre innen csak így elpakolok. Föld, jöhet ide. De jött kövek. Tök fölösleges egyelőre szétválogatni, de... Na. Tojás, meg minden egyéb. Fölösleg az pedig jöhet ide. Kezd lemenni a nap, úgyhogy az ágyamat azt lepakolom. Ó, oh, meg majd homokot kell szerezni, mert ez viszont itt jól néz neki teli üveggel. Bár mondjuk ahhoz még az Optifine-t is be kellene állítanom. Na mindegy, az majd egy későbbi projekt, majd amikor valószínűleg lelövöm a streamet, akkor majd beállítom. És már zúzzunk is aludni. Gyakorlatilag semmi más dolgunk nincs. Szerintem itt lesz. Igen, itt jó lesz. Jó lesz. Jó lesz az. És kérdés az, hogy a nyersanyagot hozzá a streamen kívül videóban, és menjünk még el arra, meg arra felfedezni. Közben felírunk koordinátákat, hogy mi merre hány méter. Tettem be tojást, ide jöhetnek be ezek. Ez jó lesz, csinálunk magunknak kevés eszközt. Ebből, ebből. Ez volna a legszebb, hogyha egy csirke lök le innen most. Ilyen nálunk bot. Nagyon jó. Innen el is pakoljuk. Csónak, az mindig jó, ha van. És viszont, meg akkor leugrok oda a faluba, felírom a koordinátait, mert akkor már jók leszünk. Kell majd könyv, ajaj. Toll, meg majd ink. Hogy ezt a kis utazó könyvet meg tudjuk csinálni. Nem ezeket a búzákat, hanem azokat a búzákat szedjük szét, vagy azokat. Nagyon jó. Akkor csinálunk magunknak egy adag kenyeret. Mi szerintem akár még elég is lehet. Ó, nagyon is. Nagyon jó lesz. És az, hogy van-e itt bárhol crafting table? Egyébként ebben a faluban. Hát érezte magában bárki azt, hogy ő neki le kell gyártani egyet? Kovácsnál nem szokott lenni, nem. Én innen kölcsön veszem, jó? Majd egyszer visszaadom. Egyszer. És mától nálatok is lesz crafting table. Nagyon jó. Szuper, és akkor ez három. Azt mondja, hogy mínusz 4083 mínusz 1256. Jó.
Oké, akkor induljunk meg abba az irányba, és hát ha találunk még érdekes dolgokat. Cica. A cicát is hozhatunk, mert akkor a creepereket legalább egy kicsit hátrébb tudjuk szorítani. Au. Cukornál, ó, dinnye. Ó, dinnye. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó. Dinnye az egyik leggyorsabban termelődő kaja, szerintem. Legalábbis, hogyha automatizálja az ember, akkor piszok gyorsan. Meg tud vele telni egy-két láda. Egy kicsit komolyabban veszi azt az automatizálást. Állatokat most egyelőre nem bántunk, majd amikor elkezdjük kiépíteni nekik a kis farmjaikat. De megnyugtató, hogy ennyi tehén van itt a környéken. Meg még több dinnye. Nem lesz az rossz hely. Jó hely az ott. Az a baj, nem szoktam sokat felfedezni, hanem egyből inkább letelepedek valahol, aztán majd lesz valami. Egyelőre nem túl. Yes! Mondom én, hogy jó hely ez. Bambuszerdő. Zsír. Már legalább bambuszunk is van. Kérdés, hogy panda van-e benne? Nagyon jó, most már lesz egy csomó különleges cuccunk, úgyhogy... Panda! Panda! Panda nem lesz benne. Nem ez, ahol valami íjas hülyeség van? Panda nincs, tehén van benne. Nem rossz. Na várjál. Ha. Aha. Edward. Szerintem. Láttam valami színeset, volt, mondom, papagáj. Várjál. Ennél azért egy kicsivel okosabban kell dolgoznunk. Ahhoz képest már redstone-t és sticky piston-t is szereztünk. Mondom, nagyon jó kis hely lesz ez. He? Várjál. Au. Ja, aktiváltam. A nem feltűnő resztó vezetés. Nagyon jó. Ez lesz az egyik olyan eleme a játéknak, amiből... Csont, nagyon jó.
Au. Hát a respawn lesz az egyik olyan eleme a játéknak, amiből aztán tényleg rohadt sok lesz majd nálunk is. Nem csak azért, mert használjuk, hanem azért is, mert egy idő után a bányászatból majdnem hogy semmi más nem fogsz találni. Cica! Pandák! Nagyon jó! Pandáink is lesznek. Jó hely! Na, jó, most azért kicsit jobban megnyugodtam. Én szerintem csak magamat nyugtattam azzal, hogy jó hely lesz ez, nem annyira rossz, de így most már teljesen oké. Okay. Környékre egy csomó minden beszerezhető. Egy csomó redstone dolgunk is. Nem is számítottam. És nem is jöttünk el olyan hű, de nagyon messzire. Ami még pozitívabb. Ez pedig szerintem egy teljesen új falu. Nagyon jó, akkor ezek szerint három falu is van a környéken, ugye? Igen, mert arra egy olyan fel... Igen, ó, nagyon jó. Nagyon-nagyon jó. Pont jó is, mert éjszaka lesz. Hogy én ide, hogyha lehetséges, akkor bejönnék alukálni egyet. Köszönöm. Jaj. Szuper. Most ne haragudjatok, de én ezeket én így innen elpucolnám az ajtód elől. Nem rosszak ezek, ha vannak. Olala. Csak fogta és elsötétedett a képernyő. Azt hittem, hogy fogta magát is valami összeakadt valamivel. Aztán nem. Csak lehet, hogy valami nagyobb töltést kapott. Ilyenünk már van, ez nem kell. Amúgy sem szoktam használni. Hanem valami érdekes nincs. Szerencsére az Iron Golemeket sem kell megölnöm azért, hogy vasam legyen, mert nagyon sokat összeszedtem már. De gondolom van, az sem kell, potifőző állvány. Régen emlékeim szerint azokat nem csak a boszorkányoknál lehetett szerezni. Nem tudom. Ez a falu szerintem ennyi volt. De biztos, ami biztos, annyira nincs is messze tőlünk. Ezt csak így most felírom magamnak egy külön mappába, vagy külön jegyzetbe. Hogy van, itt még van valami. Millió meg egy alma. Kenyér jöhet, tolha esetleg találni könyvet. Tényleg, nincs könyvtár. Hát jó napot. Maga? Jó van. Ez volt a búvó helye, de megtaláltuk. Nem kellnek. Ha majd kell, majd... Majd. Jó. Na, nem is rossz. És annyira nincs is szerencsére messze. Ó, titeket most az egyik őtöket kiválasztok. Egy szerencsést. Téged. Ne menekülj. Ne menekülj. Nagyon jó, van tintám. Szem bört is szereztünk, úgyhogy nagyon jó.
meg tudjuk csinálni akkor a kis könyvünket is, magunkkal cipelünk. Mindig ez akkor erre kéne visszafele jönni, de mindjárt nézzünk egy. Így van, errefele van a haza. Jó, hamar haza is ugrunk. A cseppő sem lenne rossz egyébként, mert abból meg lávát lehetne formulni. Mindegy, van itt jó sok minden, úgyhogy majd vissza lesz jövőre. Itt lehet, hogy jobban haladunk. Lehet tök másfele haladunk, amerre kellene. Pláne így, hogy ezen át kéne nagyjából mászni. 3007, az már 2002. Valahol arra felé, de hogy volt a... 4083002, ja. Ja. 4002. Igen, mert azért akadozik ez ennyire. Jó, innen inkább kimegyünk, mert... Azért akart egy kicsit a játék, mert ugye nyilván töltötte be fele az új részeket, az új generálásokat. Most már megint teljesen, most már azért látszik is, hogy teljesen más, hogy fut. Akkor visszaérve csinálunk egy könyvet, és akkor leírkálok mindent. Volt a kis falunk. Annyira föntre én fölmentem? Vagy egyáltalán nem mentem fel oda? Most ezt még ott azt a házat megnézzük, mert arra nem emlékszek, hogy odáig felmentem-e. Vagy nem emlékszek rá, hogy odáig felhúztam volna magam. Talán biztos, hogy nem mentem fel odáig. Pattogim. És mégis mi oknál fogva költözött olyan magasra föl? Mi jó neki a lépcsőzés? Mi van itt? Hát... Az a jó. Feleslegesen megtettük, de legalább innen is kilátok. Ilyen kis gyors körbehesszelés. Látok-e a távolba valami érdekeset, érdekfeszítőt, de nem igazán. Talán arra érdemes elnézni. Au. Au. Egyelőre még annyira izmosnak nem érzem magam, hogy beleálljak mindenféle pókokkal hadakozni. Nem a világ második legnagyobb tudománya se.
de azért most valahogy úgy nincs kedvem kilórni velük. Még arra érdemes elnézni. Vannak pacik. Hát, hogy pont jó irányba jövök egyébként. Csökken a nő, pont jó irányba is jövök hazafele. Az igen. Kb. Valamerre erre van a haza. Nagyjából. Oh. Lehet, hogy egyébként pont ez a haza. Ez olyan hatalmas helyet nem látok. Mondod, hogy... hogy ez lehet, hogy az a másik... Ó. Oh. Ó. Oh. De nem, mert a másiknál sem láttam. De ez a méheket sem láttam. Mindjárt körbenézünk. Igen, itt is a bebálázott hülyeségük. De ez megint egy másik falu. Itt biztos, hogy nem voltam. Úgyhogy ez is egy másik falu. Akkor itt el is töltöm az éjszakát, és utána akkor hazamegyünk. Megcsináljuk a könyvet, felírkálunk mindent magunknak, hogy mit hol találtunk. Így viszont tényleg nincs túl sok, akarom mondani, így viszont elég jó, hogy ennyi falunk van a környéken. 400 blokkokra tőlünk, úgyhogy ezek nagyon jó. Nyilván elég sok mindent nem osztoroz, hogyha sikerül életben tartanunk a falusiainkat a mellettünk lévő faluban. De azért jól tudni, hogy vannak, ha esetleg valami nagy gebasz történne, meg itt legalább lehet látni, hogy itt vannak méhek, tehát legalább azt is tudunk majd hozni. Gyakorlatilag a környéken meg vannak pacik. És ha már van egy aranynyergem, akkor miért ne? Még hogyha még bocit találnék, akkor azt... ennek a bőrét úgy értékelném. Erre fele menjünk. Arra, aztán úgy is észreveszünk. Persze, nyírfa erdő, mi más? Az előző részben pont elég volt. Ja, pocik, tényleg őket akartam kicsit megritkítani. Nagyon jó. Nagyon lefárom. Errefele van.
Így van. Nem, igazából pont azt a részt jártuk be, amit akartam. Tehát arról erre. Úgyhogy teljesen jól sikerült. Nem volt bekalkulálva, de hogyha már így jött össze, akkor ez tök jó. Ja. Végre itthon. Éltek-e még bárhol? Itt van bent egy falu. Miért vagytok bent? Viszont azt a kutyust muszáj lenne megszerezni. Legalább az egyiket. Tutuli. Csont van nálam. Ha! Elsőre. Nagyon jó. Viszont itt volt egy másik kutyus. Akkor reméljük, hogy ez a négy darab csont, ez neki elég lesz. Itt van. Kettő, három, ah, most vagy. Szevasz, tudta. Jó, te jó helyen vagy itt. Van egy darab falus, és kezd aggasztani, hogy nappal van, és egy többet nem látok. De Iron Golem meg még van. Mi van, ki kellett nyitni neked az ajtót, vagy mi a bánat? Jó, ott van még kettő. Jó, most az lenne a jó, ha nyereg. Én nem jöttem be. De az lenne a jó, hogyha egy házikóba be tudnék zárni kettőt. Vagy legalább egy részbe kettőt. Jó. Na, szóval falusik bezárva. Ide, és akkor itt zombik már nem nagyon érik őket. Nagyon jó. Se tudtok ugrani ügyesen volt, nem. Ugye nincs láva, amiben be tudtok esni. Nincs. Oda se tudjatok már bemenni, úgyhogy ezt inkább le is bontom. Nagyon jó, lássak rájuk. Szuper. Na, majd itt kell nekik kialakítani, tehát már legalább két falusit sikerült eltennünk. Úgymond biztonságban helyeznünk a késő. Ezt se vettem észre. Én a beetroot szét, az bőven elég. Jó. Egyelőre csak foglaljak el egy házat itt. Aztán majd lesz valami. Tehát akkor már valami szép házat. Melyik jöttök a legszebb ház? Kicsi. Templomba mégse kéne menni. Aludni, feküdni. Ez mondjuk nem rossz. Ez mondjuk tetszik. És nincs is semmit. Ezt akkor egy kicsit kialakítjuk magunknak. Föntről mindjárt lehozunk egy-két dolgot. Ha már van legalább. Akkor hát még egy crafting table, mert miért nem, mert ez mindig jó, ha van. Így. Kell fa. Igen, a fa az kellene. Te leszel ott az áldozat.
Amúgy sem használom, úgyhogy ki is dobhatjuk. Kiskutyámat pedig odahozom az ajtóhoz. Gyere! Gyere, 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 halló! A kutyám! Gyere ide! Gyere! Ah, pont jó. Nya. Szereztem fát. Lépcsőket most átdobáljuk. És akkor jöhet ide. Minden mi szemszájnak ide. Jöjjön ide külön a kaja. Na, akkor jöjjenek ide azok, amiket így meg lehet termelni, növények. Ez a legegyszerűbb. Na, ezt is termeljük. Emerald, most nem lényeges. Ja. Most felmegyünk, és akkor lehozzuk a cuccainkat onnan. És alszunk egyet az új házikóban. Jéj! Az biztos, hogy itt lesz maga a végleges házunk, ez a hegy gyakorlatilag. Nem fog kelleni. Oh. Ez nem fog kelleni. Dispenser jó, ha van. Hú, dobjuk még ide be. Bőr az mindig kell. Fából van. Répa is jó. Basszus, most csak ilyenek jönnek fele. Ezt az egy szem gyémántot azért jó lenne elkapni. Van-e még valami? Ez micsoda? A papírok, meg a... Várj, csak mit tegyünk még? Ez nem fog most kelleni. Meg ez sem. Ami lényeges, azt felszedtük. Na most akkor... Nem úgy le, alszunk itt akkor egyet. Amíg a végén leérek, és akkor megtámad valami szörnyszülött. Jaj. Au. Au. Te pedig kis kutyám bekaphatod, mert te is nyugodt szívvel elkaphattad volna, hogy megszerethettél volna az első csonttal. Ha már adtam neked, mert ők tuti nem adtak neked. Hello. Na, hát hol legyen az ágyam? Legyen itt az ágyam. Vettem fel egy új ládát, így van. Tudom, ezt meg tudom használni. Igen, na akkor ide bejöhetnek az ilyen értékesebb cuccok, ami közé még egyelőre a vas is oda tartozik, de nem hinném, hogy olyan sokáig. Jó, akkor ez bejöhet ide. Tök. Répa. Krumpli. Hús. Hús. A alma. Bogyó. Tojás, hús. Mondjuk ezek is értékesek egyelőre.
eldaráljuk. Ja. Csak azért letesszük, hogy ne foglaljon helyet. Ja, de őt föntre is lehet tenni. Feltesszük oda. Ennyi. Jó, jó helyen van. Lópáncél is mehet oda. A maszat is mehet oda. Ez miért ne? A kajával is egész tűrhetően kezdünk állni. Meg akkor a nyereg. Még igazából a papírt is termeljük, a potot csak ide tesszük, így nagyon jó. És iskiri vissza. Lehet, hogy mindenek előtt azt fogjuk megcsinálni, hogy összerakunk egy falusi szaporító részt, hogy azzal már meglegyünk. Szedjük. Ezt is. Legyen láda, amiben át tudjuk vinni a dolgokat. Jó. Szuper! Ezt a sütőt meg... Várja már a szél. Ezeket meg egyelőre itt hagyjuk, mert akkor majd úgy is fog kelleni. Viszont még egy dolgot meg kell majd találnunk, a sivatagot. Vagy legalábbis egy ilyen nagyobb homoklelő helyet. De még mindig kap be. Nagyon jó. Arra nem emlékszem. Jó, most már kinyílik tőle. Okay. Na, akkor ide bejöhetnek ezek. Jöhetnek a kavicsok. Ide jöhetnek redstone-os dolgok. Ezek, amiket így le lehet gyűjteni, meg ezeket az iron nuggeteket is ide teszem. Wool, jött a fa. Teszem, hogy amúgy ezt is le lehet tenni valahol. Effektíve fel. Hogy mi értelme van, azt nem nagyon tudom, de legyen fönt. Legaljában vannak ezek. Fogalmam sincs, mire lesz jó. Vannak a botok. Ez jó, ha magamnál tartom. Ezt ide leteszem, hogy legyen. Na, jó. Eddig egész okésak vagyunk. Most már csak csinálni kéne. El kellett volna hozni egy sütőt. Csak hogy legyen már az is. Ilyen föntebb. Ide. Azt pedig letesszük ide. Letesszük a szént. Jó, és akkor csináljuk meg azt a kis könyvet, még eszembe van. Azt mondja, hogy abból kell 3, meg 3.
És kell még azt hiszem egy toll. Igen. Nagyon jó. Azt mondja, hogy bázis. Mindjárt nézem a kis jegyzetemet, hogy akkor azt mondja, a bázis az mínusz 4080. Mínusz 1250. Nagyon jó. Leírom a közelebbi falut, azt mondja, hogy falu 1, azt mondja, az a mínusz 3650, 3650, mínusz 1535, 1535, de nagyon jó. Akkor megnyitjuk, és már legalább ennyit látunk, hogy mi hol van. Úgyhogy ez is jön velünk, ez is egy állandó kellék lesz. Ezt meg... Zavarok? Köszönöm. Fogja magát, és random belépeget a házba. Ja, akkor én úgy látom, hogy egész okésak vagyunk. Tehát megvan úgymond a házunk. Közben át tudtunk jönni egy teljesen más faluba. El van különítve kettő falusi. Nagyon sok mindent sikerült szerezni, még pluszba. Csak sárga üveg volt. Találtunk újabb falvakat, ami már megint egy nagyon jó dolog. És elkezdtünk kialakítani, és lett egy kutyánk is, nem elhanyagolható. Ugye? Úgyhogy egész jól állunk, plusz a minden igaz, a második falunál, vagy az elsőnél, de mind a kettőt meg lehet látogatni. Ott van egy majdnem kész Nether portál, amihez csak egy obszidiánt kell majd beledobni. Úgyhogy... Jaj. Úgyhogy nagyon jók vagyunk. És megtaláltuk az első gyémántunkat. Ami nagyon jó. Csináltunk is belőle egy lapátot. Kajával is egész jól állunk, sőt, hogy te nem itt voltál egyébként? Na szóval ez az élőadás ennyi lett volna. Ez is valamilyen formában fel fog kerülni a YouTube-ra. És ma még lesz egy stream, azt nem tudom, hogy mi lesz pontosan. Még majd kitalálom, nem tudom, hogy mihez lenne kedvem. Na mindegy, viszont mindenkinek további szép napot kívánok, és... jó szórakozást a mai napra, és ahhoz, hogy már nem sokára péntek van. Sziasztok!